A 7500. korcsolyázó is a pályára lépett szombaton. Szatmári Jászi Eszter nagyon örült, hogy a lehető legjobb karátba a jégpálya pénztárához, és ezért ajándékot is kapott. Eszter elmesélte, hogy kisfiát, a 3 éves Andriskát most hozták ki életében először korcsolyázni, hogy ő is kipróbálhassa ezt a sportot. Van esetleg valami élményed a 60-i jégpályáról? Voltál esetleg már itt kint máskor, más évben? Itt még nem voltunk, Pestre szoktunk járni, meg gyerekkoromat is Szabivárosba jártunk, nagyon sokat korcsolyázni. Ez volt az első alkalom, de hát hogyha ilyen jó ómen, hogy rögtön nyertünk, és biztos, hogy jövünk még. Eszternek Lestján Balázs képviselő adta át a nyereményét. Már most elértük a 7500-as látogatottságot, ugye tavaly majdnem több mint 18 000 vettek részt a korcsolyázásokon, és szerintem az idei szezonban is ezt el fogjuk élni, és reményeink szerint még túl is fogjuk szállni. Tehát a jégpályának van értelme, van létjogosultsága, és mindenki nagyon szereti. Lestján Balázs azt is hozzátette, örül neki, hogy ismét jó helyre került a 4 alkalmas ingyenes belépő, és reméli Eszterék a továbbiakban is sokszor fognak még kilátogatni a 60-i jégpályára.